Xbox 360. Azért került hozzám, mert pucolgatás közben, meg pasztázás közben néhány alkatrész leugrott a panelről. Meg kimaradt valami. És most már a gép nem működik. Első lépésnek ezt szét kell szedni. Egyszer már próbálkoztam ilyennel, hát... kú nehéz. Érdekességképpen mutatom, hogy ebben már cseréltek vinyót is. Mert egy kisméretű vinyó van így kitámogatva szivacsal. Vinni. Ú, de jól lehetett ezt bedugni. Nem cseszel ki velem. Itt 500 GB-os. Mert hogy bele ilyen vinyó való. Amúgy ebbe is sima Winchester van, csak benne van rakva egy ilyen kis aranyos tokba. És ez így megy bele. Na most már tényleg szét kell szedni. És bejutottam a burkolat alá, anélkül, hogy eltörtem volna bármit is. Mondjuk vigyázni kell, mit mondok, mert szerintem ezt a videót látja majd a gazdája is. Szóval ez a gép alja. Meg az oldalára jönnek le a burkolat elemek. Ez így a teteje. És akkor innen kell elkezdeni kiszedni a csavarokat. Hogy hozzáférjek a géphez. De már az eredetnál is van egy kis bibi. Ő ugye a gombja, kettő gomb, meg még van itt még egyéb dolog is, és a csatlakozó, ami rámegy a belső panelre, hát ott sérültek a vezetőcsikok. Ezt rövidebbre kell vágni, hogy érintkezzen. Mert ez itt felszaladt és el is tűnt. Haladjunk tovább. Na, ő a belseje. Itt van a DVD meghajtó. Ide megy be a kis vinyó. Ott van minden csatlakoztat, ezeket ki lehet rámolni. Itt van a főokosság. Ugye innen marad ki ez. Na most haladni kell tovább, mert ha minden igaz, a panel alján van a sérülés. Mert ugye maga ezt a proci leszorító pöcök levételekor sikerült leverni az alkatrészeket, úgyhogy haladok tovább. Ki van szabadítva a panel? Látszik, hogy módosított, itt ez a külön kis panelocska. Még én nem értek hozzá, de ezzel van módosítva, azt annyit tudok. És ami ebben tetszik ebben a gépben, hogy a oldalsó szerintem wifi modul, hogy a fémházon kívül legyen, meg az előlap is, az előlapi kis panel is, ilyen csatlakozós. És ezt tök jól megoldották. Viszont még mindig nem láttam, hogy hol a baj. Általában itt történt valami, de én nem látok még levert alkatrészt. Most le kell vennem ezt a csillagot, hogy az hűtő lejöjjön. Ez ilyen, vagyis volt ez ilyen rákat ezekre a pöckökre. Ez viszont elég egy idétlen megoldás szerintem. Pár csavar elfért volna még itt. Szóval ezt lekapom és megnézem a panelt, hogy mi hiányzik. Nos, megvannak a bibik, még hozzá. Onnan hiányzik egy kondenzátor, az megszökött. És hát
Hol is? Hoppá, eltévedtem. Ja. És ott is. Hát próbálkoztak a javítással, kevés sikerrel. Hát az ott igencsak kócos. Most tudni kéne, hogy mégis milyen alkatrész volt ott is, ugye? De egyszerűbb az, hogy van nekem egy elpusztult Xbox 360 panelem. Erről szépen átpakolom azokat az alkatrészeket, és meglátjuk, hogy csak ennyi baj volt-e, és elindul-e ez a masina. Mert ha nem, akkor ennyi volt a történet. Beraktam az alkatrészeket. Odani. Tudom, ronda. Meg ide is azt a kettőt. Szintén ronda. De működni fog, hogyha ez volt a baja. Hát még forrasztani még mindig nem tudok rendesen. De nem szépségre megyek. Hűtőt is szépen visszapakolhatom, mert annyi paszta maradt még itt félretolva, hogy három másik készülékre is elég lenne. A hűtőt is visszarámoltam. És ugye az volt a baj, hogy lehet, hogy így aláfeszegettek, amit nem szabad, mert akkor röpülnek az alkatrészek. Ez így van meghajítva az a lemez, és itt beleakad ide. Ezt úgy lehet legegyszerűbben leakasztani, hogy egy kis csavarhúzóval így innen betámadjuk, és megfeszítjük. És akkor ki lehet akasztani onnan. Alányúlni semmiképpen sem szabad. Ebből is levágtam egy keveset, hogy rendes érintkező felületek legyenek. Még egyenesen nem sikerült, nem is meglepő tőlem, de így érintkezni fog rendesen ez is. Most szépen összedugdosom az egészet, és meglátjuk, hogy mit csináltam, működik-e. Összedugtam mindent, ami kell, ráraktam a minyót is, raktam a HDMI csatlakozót, tévére rákötve, és lehet izgulni. Gép elindult. Egyelőre nincsen semmi. Vinyó elindult. És van élet. A végén még ebből lesz valami. Jó. Mehet össze a készülék rendesen. És akkor kipróbálom, játszunk egy kicsit. De úgy néz ki, ez sikeres volt. Összeraktam. Néha lassan indul, nem tudom miért. Kontrollál is csatlakozik, nem rontottam el semmit. Jó van, jó lesz ez. Jönnek a többiek?
Na jó, ez nem nekem való. Megyek vissza Doom-ot játszani.